ezt a részt akár első videóként is posztolhattam volna a nagy közönségnek, mégpedig azért, mert nem csak kőművesek által tömegnek nevezett embereknek szól ez az íromány, hanem mindazon embereknek, akik beszeretnének lépni valamiféle rendbe, vagy óhajtanak valamiféle páholynak a tagja lenni. Milyen jó is lehet az! Most az az ismeret, amit megosztok veledek, az mindig is tiltott volt, és titkos, és már többen is életüket vesztették azért, mert ennek a tudásnak a határait feszegették a profán, vagy más néven a, hát, ahogy ők hívják, a csoportot ki, inkább ki sem mondom, előtt, amely szó valójában lábas jószágot jelent, mert úgy szeretnek ők minket hívogatni. Szóval ebben a kis előadásban, higgyétek el, hogy nem dramatizálni akarom a helyzetet, és nem szenzációiségből készítem ezeket a videókat, hanem pusztán azért, hogy ismertessem veletek a nagy ellentét tervét, akit ezek a, hogy is hívjam, csak rendtagok szolgálnak, aki ugye nem más, mint maga az a bizonyos sátán. A materialista világ manipulátora. Na nézzük csak. Tudottam a kalandozva egy pár olyan bátor ember neve villan fel, akik azért vesztették életüket, mert a titkokra borított fájtlat fellibbentették, melyet a megvilágosodottak hoztak létre. Kezdjük az elsővel. Captain William Morgan elrabolták, majd rituálisan kivégezték, majd élettelen testét egy tóba hajtották, miután publikálta mindazt, amit a rendről tudott. Danny Cazorallo. Öngyilkosságnak feltüntetett halál, felvágott terekkel találták meg abban a hotelszobában, ahol egy bizalmas forrással lett volna találkája. Paul Witcher. Mesztelen a WC-n találtak rá egy nappal azután, hogy kézírását pontosan, egy nappal azután, hogy feladta postán, Janet Reno. Jól jegyezitek meg ezt a nevet, Janet Reno főállamügyésznek. És egy régi, egy nagyon-nagyon régi, már elfeledt, majdhogy nem elfeledt emberről, Wolfgang Amadeus Mozart, ha hiszitek, hanem a világhírű klasszikus zeneszerző, aki a legmagasabb, kiszabható büntetést kapta azért, mert a titokra fényderített arzén általi halál. Temetésére senki sem mert elmenni, mert a rendtagjai úgy elrettentették az ismerőseit, hogy csupán hőkutyája követte magányosan a testelimbolygó kordét a szertartásra. Gondolom már sokan észrevettétek, hogy minden oldalról körülvesz minket a gonosz. A szószoros értelmében merítkezünk benne. De a csalók és a hamis kártyások azt hitetik el velünk, hogy a gonosz tevés kivételt képez, és nyugodtan lehet csinálni. Ugye gyerekkorunk óta elfogadtatták velünk, hogy rossz cselekedet csak egy kis csoportnyi emberre vonatkozik, és hogy az emberek hatalmas zöme jó, és hogy a politikusok közül is csak egy párra igaz ez az állítás, hogy korruptak, és hogy nagy többségüknek a szívük a helyén van. Ugye ennek tudatában a munkából hazatérő családtagja nyugodtan térnek meg, és uppannak le kedvenc kanapéjukra abban a tudatban, hogy nincs miért aggódni, helyezzük más kezébe az irányítást, mert így a jövőnk biztosítva van. Ebben a fals képben, nem is mondanám azt, hogy fals kép, ebben a fals érzelmi világban mutatnak olyan képet, amely kedvesnek tűnik, mert hát ugye, hogy is néznek ki az, ha a sok boldog arc közé beférkőzne egy szkeptikus, ugye, minden megkérdőjelező, melodramatizáló, demoralizáló alak, mint például én. Hát nagy szerencsétlenségükre a tömegek, akik elhiszik azt a sok nonsense állítás, amely a médiában özöllik rájuk nap mint nap, hamarosan egy kemény ébredésnek lesznek akár véres áldozatai. És miért? Mert elfogadtatták velük azt, hogy mindaz, ami körülveszi őket, az mind igaz, és ha megismerik kérdőjelezni, azonnal el legyenek tapostatva a megkérdőjelezők a többi birkával.
Ugye, hát még hogy kérdezni, hogy merészeled feltételezni azt, hogy a kormány nem a javadat akarja? Hogy merészeled kétségbe vonni mindazon több évtizedre nyúló innovációs terveket, melyekért a te adódból, a te megkérdezésed nélkül fejlesztenek? Hogy van bőr a pofádon a teremtőt, a családot és az ország integritását előrébb helyezni, mint az államérdekeket? Hogy merészered feltételezni az, hogy idegen elemek szivárogtak be a nappalitba, és etetik a gyereket agyát szennyel a médiákon keresztül? Hogy merészeled még csak egyetlen másodperccel is feltételezni azt, hogy az ingyenes közoktatás azért ingyenes, mert jót akarnak vele a gyerekednek? Minő balga nemzet, gondolja a nagymester, ugye? Egy zsák hagymáért vettem egy országot, gondolja ő. A nemzetünk a nagy terv, vagy magyarul a nagy átverés szenvedő alanya már évszázadok óta, és mint az Christopher Mark is közzétette könyvében, melynek címe Amerika és a világ tolvajlása, ezt írja, és most idézem. A világ a legvadabb álmokat túlszárnyalva korrupt egészen a DNS-éig. Az a világ, amiben hiszel, valójában nem is létezik, csak papíron, mint azok a kitalált kormányok, melyek magukat államnak neveztettek el. Értitek? Minden állam egy kitaláció, és csak az ország és annak emberi lakossága a valós. Az állam az nem is létezik, csak az emberek fejében. Ugye, láttatok ti már valaha is államot vasárnap templomba menni? Nem. És miért? Mert egy vízió csupán. Az állam valójában a fiktív, alternatív neve a részvénytársaságnak, melynek a tetején azok a leszármazottak állnak per pillanat, akik létrehozták a pénzt, mint fizetőeszközt. De hát a bolondját járatott ember ellenkezik, és azzal érve, hogy hát van egy médiánk, ami megvéd bennünket a korrupt elemektől, addig nem tudnak minket átvenni, míg van egy szabad sajtónk, amely mint őrző kutyaként működik. Micsoda balga nemzet, gondolja a nagymester, minő szeleburdiságnak, mint a szabad sajtó fogalma, még ha lenne is, bedől, és azt hiszi, megszellőztetni hagyjuk majd a páholy titkait, amikor minden nagyobb iroda főszerkesztője, a rend tagja, vagy olyan cselédünk, akit a saját önzőségéből vagy gyengeségéből fakadóan megzsarolhatunk, vagy megvehetünk, mert egy gyarló kutya. Hát Christopher már még hozzáfűzi, hogy a hírek nem más, mint eltorzított kitalációja a kitalációnak, épp úgy, mint a pénzügyi intézetek, melyeket már azelőtt felvásároltak, mielőtt azt a médiával megtették volna. Mindaz, amit láttok, az valójában egy apró részletességgel előkészített és legyártott a konzumvilág részére előkészített maszlag, melyet a napi hírekben tudatosan rögzítenek a tömeg tudatában. És miért? Hogy fenntartsák azt a látszatot, hogy az állam a népért dolgozik, és nem a páholy ideológiáért. Idézet bezárva. És szeretnétek, hogy megismételjem ezt a mondatot, vagy felfogtátok, és vissza fogjátok tekerni majd, ha esetleg szükség van rá. De gondolom, nem kell. Hallgassuk meg Thomas Mann szavait, melyet papírra is vetett, és idézem. A pokol biztonsága és annak titkos öröme az, melyről tájékoztatást adni tilos. Ezt óvni kell a szóbeszédtől, a publikumtól, az újságok soraitól, de főleg a kritikus gondolkodóktól. Minő érdekesség, hogy Manna poklot, mint titkos örömet mutat be a beavatottnak, mert ő maga is rendtag volt. Ideillő részt a példabeszédből ezen sorok, és figyeljetek jól, a balgaság fecsegő asszony együgyű, és semmit sem tud. Kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán, így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényen járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves. De nem tudják, hogy az árnyak, de nem tudják, hogy árnyak vannak ott, és vendégei a halál mélységeibe kerülnek. Idézet bezárva. Tehát a kérdés ez, miért értékeli az Illuminátus a titkot olyan magasra? Minek kellenek a titkolózós, kódolt üzenetek, készfogások, szimbólumok és nyelvezet? Hát több oka is van.
Nos, a pszichopatát, mert az értelmező kézi szótár szerint pontosan ez a meghatározás élik rájuk, a pszichopatát vonzza a sötétség egy titokzatos perverzióba, mely az okultban rejlik. Paul Houston a könyvében a Mastering Witchcraft, azaz a bűbáj vagy boszorkányság elsajátítása, abban azt írja, idézem, semmi sem vonzza a mély tudatot úgy, mint a sötétség, az arkán és a misztérium idézet bezárva. A titkolózás megkövetelt alapja a boszorkányságnak és ezen szektáknak eszenciájukat tekintve illuministák. Houston ezt írja a könyvében, és idézem, a boszorkányság tudást tartalmaz, amely erőt, hatalmat ad. Hatalom osztása, hatalom vesztése jár. Bár a vízöntő jegyébe léptünk, melyel egy időben lazulnak a tiltások, saját érdekedben járj el óvatosan tetteid során, és légy racionálisabb annak érdekében, hogy a titkot megőrizd. Idézet bezárva. Nos, gyerekek, ha azt hiszitek, hogy a nagy bármesterek viccből adnak a tanítványoknak ilyenis ehhez hasonló útmutatókat, akkor nagyon tévedtek. Ha azt hiszitek, hogy ami itt elhangzik az ő szájukból, az valami film része is fikció, akkor is nagyon tévedtek. Szerintetek, ha az valami vicc része lenne, akkor arra biztos, hogy nem vérrel esküdnének fel felnőtt emberek. Ugye? Az, aki tanulmányozta az illuministák könyveit, már rég rájöhetett arra, hogy van mit rejtegetniük. Látván ezt, ezzel párhuzamosan, ugye, hogy a színes máz, a szervezetek vezetői mennyire felelősek a szenvedéseteikért, a vérontásokért és a forradalmi globális terrorért, amiket titokban szövegetnek. Ha nemzet előtt valahogy is felé benne a fátyon, és elkezdené megérteni a nemzet, mit miért tesznek, és hogy milyen szörnyen átverték őket, biztos, hogy a magát elitnek nevező családokat rövid időn belül Miskolctól Pesten át, egészen Bécsig minden egyes póznára felhúzná a nép. Ugyanis már legalább ennyien vannak, akik kiérdemelték a földi itt létük végét. Itt egy rettenetes titokról van szó. A titkok titkáról, melynek írásos körvonalait hát magam is felfedeztem, és ezt Manly P. Hall 33. fokú műves írja le könyvében a Lectures on Ancient Philosophy. Minden egyes említett könyvhöz linket fogok rakni. Nagy sajnálatommal arra azt kell mondanom, hogy aki nem olvas angolul, az sajnos hátrányba kerül. Ugyanis ezek a könyvek 90%-ban nincsenek lefordítva. Szóval, idézem Holt. A szabadkőművesség egy társaság a társaságban. Megjegyzendő, hogy a társaság a társaságban, a második T, az nagybetűvel van írva, mert az a valós magja, a külső társaság, amit ti a kívülről láttok, az csak egy ilyen semmi. Tehát, a szabadkőművesség egy társaság a társaságban egy külső szervezet, melynek feladata, hogy elhomályosítsa a kiválasztott testvériség körét. Egy láthatatlan társaság, melynek tagjai arra magasztosították, hogy a misztérium titkait őrizzék. Mint az Hall is írja, a mévesség a legnagyobb titkait még a tagjaitól is elzárja. És csak egy láthatatlan belső kör van megbízva a mágusok titkaival. Robert Guffey könyvében The Conspiracy Reader-ben emígyen fogalmaz az elitről, akiket csak kriptokratáknak hív. És idézem. Az amerikaiakat távol kell tartani a sötét titkoktól rotyogó fazéktól. A legsötétebb titok, amitől végképp távol kell tartani a tömeget, az Istenünk kiléte, akinek számos nevet adtak, mint például Abaddon, Mahabon és Yabulon, aki nem más, mint maga, Sátán. Ez a legnagyobb titok, melyet az illuministák kendőzniük kell. Az illuministák, vagy ahogy magukat hívni szeretik, a megvilágosodottak, nos, azt tanítják nekik a feletteseik, hogy szofisztikáltabbak, meg hogy ők okosabbak, meg hogy spirituálisan felemelkedettebbek, és alapjaiban sokkal, de sokkal, de sokkal különbek, mint a koszos, vulgáris bugrisok, akik vakon hisznek valami Krisztusban, és hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy kihasználják őket, és hogy kinkeservesen pusztuljanak. Idézet bezárva.
Nos, az Eli titkokba burkolózik, hogy zavarba ejtse a profánt, írja Émile Guillot. Mary Roberts azt írja könyvében, a Secret Textben, hogy a titkos társaságok irodalma megjegyezvén a rituálékat, szimbólumokat, emblémákat és más eszközöket mind a titokzat részeit képezik, melyet sosem szabad a profánoknak felfedni, mert léha, és arra nem érdemes. Idézetbe zárva. Az illuminátus, hogy elfedje a korrupt rothadó testének valós mi voltát, mert azt kell mondjam, hogy ez az, létrehozta a saját szimbólumrendszerét. A rituálék, ceremóniák, készfogások és azok jelei mind a szimbólumok tudományára és művészetére épülnek. Azt tartják, nem, ez nem az én szavam, azt tartják, hogy a szimbólumok eredete nem más, mint amikor is Isten megbélyegezte Káint, mivel az meggyilkolta testvérét Ábelt. Az emberi történelem folyamán a pecsétek, jelek, képek és hieroglifák, stb. Azért születtek, hogy koncepciók, ötletek és titkok hordozóivá váljanak. Majd ti is meglátjátok, hogy az elit sokféle szimbólumot használ, de csak is azért, hogy rejtve tartsák a varázslatos munkájukat és alkímiájukat. A kék páholyban ide tartozik az első három fokpont, mint az a bizonyos nagy kommunista kisdobos rendszer, mert ott is az első, mondjuk az első négy fok, addig kék nyakkendőt viselsz, és miután az lecserélődik, onnan jön a vörös nyakkendő, tehát a kék után jön a vörös páholy. Szóval a kék páholyban a beavatottat kötelezően felesketik, mely így hangzik angolról magyarra fordítva. Kiáltani fogom mindig, örökre titkolni, és soha fel nem fedni bármely részét, tettét az ősi szabad kőművesség rejtett misztériumainak. Nagyon vicces. Ezzel már elkéstetek. A kelet csillagának rendje Order of the Easter Star, a női művesség korzója. Felszólítja tagjait, hogy kötelessége a tanokat titokban őrizni, és csupán jelekkel és jelszavakkal kommunikálhatnak nyitott portálokon. Foster Bailey 33. fokú műves eképpen magyaráz a Spirit of Freemasonry című könyvben, és idézem. Egy szimbólum eltakarja és rejti a titkot, és egyben titokzatos erőket is fed. Ezen energiák, mikor felszabadulnak, potenciális hatást gyakorolhatnak. Idézőjel bezárva. Na most itt vannak ezek az emberek, akiknek az egész életük megmártózik a varázsszimbólumokban, jelekben, kódokban, és ráadásul még fel is esküsznek arra, hogy mindaz, amit a nagy, büdös titokzatosságban elsajátítanak, azt a profán halandókkal nem ismertetik. Miért? Természet feletti mi voltából fakadóan ők ebben hisznek. És a legnagyobb vicc az egészben az, hogy minket, akik olvasnak, és tanulmányozzák őket, és beszámolnak arról, hogy van egy csoport, amely titokban hazárulást követel, rólunk ők azt a képet állítják be, hogy mi őrültek vagyunk. De ők nem azok. Ők nem azok. Ők tehetik, amit tesznek. Olyan mennyiségű titoktartási ceremónián vesznek részt, hogy az már megrögzött paranoid skizofréniának van minősítve az orvosi szaklapok szerint emberek. És bizony a definíció szerint pontosan rájuk élik, de nem csak az, hanem az üldözési mánia és a pszichopatizmus fogalmát is kimerítik a tetteik. Nincs itt semmi látnivaló, ne aggódjatok, végül is csak a legfontosabb pozícióban levő emberekről beszélünk, akik irányítják ezt a bolygót. Ezek az illuministák, higgyétek el nekem, nagyon, de nagyon veszélyes emberek, akik valójában már réges-régen kiérdemelték a szanatóriumi beutalót. Na jó, lépjünk tovább. Eredetek. Na most, azt gondolom, tudjátok, hogy ezek a szimbólumok és jelek ősiek. Hennessy Clausen egy másik 33. fokú míves, akit Roosevelt jelölt ki a Pearl Harbor-i támadás kivizsgálására, na ez még egy komplet vicc, írta, hogy, és idézem, a szimbólumaink több ezer évesek, ősi időkben emeltük őket Sumériában, és ezen szimbólumok már szerepelnek olyan városok agyaktábláin, mint Lír vagy Lagash. Ezek az első igaz városi civilizációk, melyeket 600 évvel az első civilizált egyiptomi nagyváros létrehozása előtt alapítottak, és itt van bezárva az idézet.
Más szóval, Clausen azt mutatja be a mívességnek, hogy a szimbólumok babiloniak. Amikor ránk tör a felismerés, hogy az elit abban hisz, hogy a szimbólumai töltve vannak dinamikus élettel, és hogy azok parancsszóra aktiválhatóak, sőt, rajtuk keresztül képesek dolgokat manifestálni, vagy megidézni, barátaim. Na, ha ez mind igaz, akkor kapaszkodjatok meg, de baszott túl jó erősen, mert egy nem is tudom, egy lavornyi elmebeteg kezébe került az irányítás. Számukra a szimbólumok nem csupán vonalak meg karikák, hanem szerintük azok teremtő erővel rendelkeznek. Szerintük a szimbólumok őstípusú gondolatformák, melyek megvalósulnak. Megismételjem? Szerintük a szimbólumok őstípusú gondolatformák, melyek megvalósulnak. Tudjátok, ezek sajnálatlan méltó emberek, de főleg a rászedett újoncok és inasok. Már az is elég rossz, hogy jelekkel, kódokkal érintkeznek, de a legrosszabb az egészben, hogy a saját embereiket is rászedik. A legmagasabb fokon álló míveseknek van egy külön eljárás, amely során a társmíveseket verik át, és ezt az eljárást úgy hívják, hogy hoodwink. Ez pontosan azért van, hogy a csúcs echelon megtartása megtarthassa magának az abszolút titkot. Mely titok nem más, mint az irányítás elve. Bármennyire is hihetetlen. Ez a legnagyobb titok. Hogyan kontrolláljuk az alattunk levő szívósokat? A szabadkülönös enciklopédiában Albert Meki 33. fokú míves azt írja, hogy, és idézem, titkolózás, csend és átverés. Zárójelben hoodwink. Kéz a kézben jár a misztérium konzerválásával. Kedves új tanoncok! Helena Blavatsky társzmíves, társmíves és teozófia alapítója egyszer elég őszinte volt, és ezt írta. Ha, mit lehet tenni akkor, ha embereket akarsz irányítani, és ne verd át őket? Ezt írta Helena Blavatsky. Hoodwinked. Nem csak mi, nem csak ők, mindenki. Hallgassuk meg Albert Pike 33. fokú műves szavait, akiről Manly P. Hall úgy írt, mint a kőműves Prométeusz. Bizony, ezt írta róla, a kőműves Prométeusz egy király az emberek között. Idézem Pike-ot. A mívesség, mint minden vallás, misztérium, hermetizmus vagy alkimia, elrejti a titkot mindenkitől, kivéve a beavatottól, a bölcsektől és a kiválasztottaktól. De vannak esetek, amikor ideértve a nem míveseket is, amikor is direkt hamis magyarázatokkal szolgálunk. Kedves tanoncok! Micsoda arcátlan és pofátlan arrogáns egy ember volt ez. Pike éppen most dörgölte az arcatokba, mívesek, hogy ti nem vagytok megfelelőek a titokra, csak egy talán a rengetegből. Hót hülyére vagytok véve. Full palira vesznek titeket. Erre mondják ők, hogy you are hoodwinked, barátom. Azaz kapucnit húztak a fejedre. Te idióta! És még mi profánok vagyunk a lábas jószág, valójában? Mi lennénk azok? Valóban? George Steinmetz 33. fokú míves író ezt jegyzi meg írásában. Idézem. Van egy titkos tan a művességben. Bár ez az előadásokban inkább kendőzve van, mint felfedve. Idézet bezárva. Ó, jaj, szegény műveseknek ott kell lenni és végülni valami unalmas előadást, ahol a feletteseik odadobnak nekik valami maszlagot, amit ők titokzatnak hívnak, és mindeközben az újoncoknak eszébe sem jutnak azok a sorok, amit a nagymesterek írt a papírra. Mégpedig az, hogy csak a kiválasztott jogosult arra, hogy a teljes igazságot felfedjék előttük. A többi mind lábas jószág, ugyanúgy, mint én, aki nem vagyok a barátotok, meg a páholytagotok, meg ugyanúgy Jancsi néni, meg Juliska bácsi. Volt már lehetőségem arra, hogy elbeszélgessek alsóklasszba tartozó mívessel, aki büszkén osztotta meg velem apró titkait, és láss csodát, mindaz, amit mondott, szintiszta szemétnek minősült. A kemény tények, melyek valóban titoknak minősíthetők, azokat megtartják maguknak a nagymesterek. Albert Pike ezt írja, amit, ja, és idézem, amit a legérdemesebb tudni, azt nyíltan nem oktatják. A szimbólumok láthatóak, viszont azok némák. A rejtett titkok ösvényén csak célzások vannak. Idézet bezárva. Valójában, akkor hogyan jön rá valaki, hogy mi is valójában a nagy titok? Nos,
Az úgy megy, tapasztalataimból merítek, hogy kell hozzá egy jó pár évi kutatómunka, amikor is beleássa magát az ember olyanokba, hogy Babilon, Suméria, Görögország, Róma és Kína ősi titokzati iskolái. Éjszakákat tölt az ember szövegkönyvek, megállapodások és középkori okkult témakörök olvasásával. Kapis? Lefolytatsz egy intenzív kutatómunkát a ritusokról, a szimbolokról és a rendek terén, és tanulmányozod a mívesség tanítását, gyakorlatait és a New Age-izmust is ideértve. A boszorkányságot meg a sátánizmust. Tehát ez mindig jamblok, az egészet kell. Na most Lynn F. Perkins mívesz szakértő ezt írta. Idézem, a valós oktatás rejtett, nem csupán a profán számára, de azok számára is, akik az alsó fokokon helyezkednek el mindaddig, míg az újonc fel nem fedezi azokat saját magának. Saját magának! A rituáléknak nincs érdemi fordításuk. Zárójelbe azt írta, hogy értelmezhetetlen az újonc számára. Folytatás. Jelentésüket kutatniuk kell, de az még nem minden, ugyanis az előadások úgy vannak mesterien megtervezve, hogy a mívesek azt higgyék, hogy értik, amiről fecsegnek nekik. Idézőjel, záró rész. Tehát az alsófokú mívesek éppen, mint a gyerekek a közoktatásban direkt le vannak butítva, és csak akkor jönnek rá, hogy mennyire ráhúzták a vizes lepetőt, amikor már egy bizonyos szintre jutott el. Azaz a míves, mi van vele? Hoodwinked! Bizony! Szerencsétlen abban a hitben él, hogy valami szuper-smuper titok birtokába van, de a valóság az, hogy ez a csávó egy mega-loser vesztes. P.T. Barnum meg is fogalmazta ezt írásában, mely így hangzik. Figyeljetek, mit mond. Idézem. Minden percbe születik egy balek, és a 32 és 33. fokú mívesek a hátsó folyosón röhögve beszélik az újonnan belépett tagot. Idézet bezárva. Dr. Stanley Monfit az Illuminátust egyszerűen csak a sötét testvériségnek hívja. Véleménye szerint a transzban élő lakosság annyira alszik és vak, hogy a rend minden hiba nélkül tud egymás közt kommunikálni a médián keresztül. Mindezt úgy, hogy egy árva lélek sem fogja fel, hogy mit is látott a képernyőn, függetlenül attól, hogy beletolják az arcába. Nos, ez igaz, de nem minden esetben. Mert az olvasatlan, fősodratú életet élők nyilván nem veszik észre, de azok, akik régóta figyelik azt, amit a szervezet végrehajt, azelőtt kevés olyan dolog siklik el, amit még nem ért. És zárásként hosszú záró lesz. Miért van az, hogy az Illuminátus ilyen sikeres? Talán azért, mert a nagy közönség ennyire naív és rászedhető? Azt mondják, hogy a legtöbb ember kétségbe esetten él, és ez igaz. És ennek köszönhetően droghoz, alkoholhoz, szexhez, szórakoztatóiparhoz menekül, hogy csökkentsék a fájdalmukat, és mindeközben mosolyognak, mintha minden tök oké lenne. Pedig az életük meg sem közelíti azt, amit optimálisnak nevezhetnénk, mert fogalmuk sincs arról, milyen lenne a világ, ha ezek az emberek nem léteznének. Hiszen születésük óta körülveszi őket a rend által hozott döntések sora. Mondok egy példát. Chemtrails. Ismerős? A sok csík az égen. Amikor mesélem a mai tiniknek, hogy az egünk nem olyan színű volt, hanem kék, amikor gyerek voltam, fel sem tudja fogni, hogy milyen az. Csak azt érzékeli, hogy tompított fény éri a testét, ami miatt tudtán kívül depressziós is lehet. Mert ugye a test nem kap elég napfény. Csak ilyen szűrt valamit. De ő nem tudja ezt, mert már beleszületett a jelenlegi szituációba. Amikor ezeknek az embernek elkezdett felvázolni a tapasztalataidat, akkor érdekesen nyilvánulnak meg feléd. Mégpedig nem. Képtelenek elfogadni a valóságot és az igazat. Megismételjem. Képtelenek elfogadni a valóságot és az igaz. Annyira be vannak tojva, vagy már akkora agymosáson estek át, hogy a dolgok fonákját nem akarja értelmezni. Mert az tuti, hogy nem lehet exakt. Mi tuti, hogy hülyék vagyunk. Sőt, az emberek 98%-a azzal sincs tisztában, hogy kik a valódi megkínzóik.
Nem csupán azért, mert nem is érdekli őket, hanem például azért, mert születése óta egy bizonyos csoportra való mutogatást tanítottak neki a szülei, és vagy a környezete. Hogy a valóságtól megszabaduljanak tudat alatt azt képzeli be maguknak, hogy ezek az emberek hótkórosak már, mint mi. És mindenki más helikopter. Belért őket is. Plusz, hogy az egész el fog múlni csak úgy magától. A valóság az, hogy az összeesküvés olyan szörnyű méreteket öltött már, és olyan szövevényes, hogy nem csupán ő, de családjának minden tagja 100% veszélynek van kitéve. Egy olyan autóban, amiben nincs biztonsági öv. Átment bár a vizsgán, de nyári gumikkal száguldozik vele a rend, az Alpokban télen. Körülbelül ennyire vannak biztonságban. De hadd mondjam el nektek, kedves tagadók, a gyávák ezerszeres halált halnak. Svéd kutató és író Juri Lina az Architects of Deception című könyvében ezt írja. És idézem, a nemzetközi szabadkőművesség által propagált illuminizmus megsemmisítő veszélyként telepedik mindannyiunkra. Már eddig is több erőszakos lázításnak volt alapja ez a tan, mert nem csupán morálisan, de spirituálisan is degenerálja az egyént. Az, aki veszi a fáradtságot és nem csupán az aspektusokból tekint az összeesküvésre, lesz csak képes megérteni, miként működik a világ, amibe született. Az irányítók úgy akarják elhitetni velünk mindazt, hogy szép lassan megfosztanak bennünket a valós történelmünktől és a természet ismereteinktől, mely önmagába foglalja az igaz tudást. Nem a mobiltelefon összeszerelés, meg a nézem a tévét, össz nem csinálok semmit, az igaz tudás, tudjátok honnan fakad? A természetből. Lina könyvét nem így fejezi be. Az, aki nem akarja megismerni a tényeket, az maga a gonosz. Az, aki nem akarja megismerni a tényeket, az maga a gonosz, hiszen tudatlanságával azt szolgálja. Peter Ruckman bölcsen jelzi meg a The Little Man Who Wasn't There című cikkében, hogy történészek épp úgy, mint más létesítmények és szervezetek szakértői, alig megbízhatóak. Mert a történelmet úgy írják, ahogy az nekik éppen a legmegfelelőbb. Korlátolják magukat azokra a tényekre, melyek széles körben szociálisan elfogadottak, vagy igazságos történelemképként szerepelnek. Amikor egy ténycsomag kellemetlenül vagy kényelmetlenül érinti az elfogadott mantrát vagy verziót, ez esetben a realitáson csorba kell essen. Tényből kitaláció lesz, a hazugság pedig megbízható igazsággá formálódik át. Idézet bezárva. Szóval, hogy egy kisebb fénycsóvával rávilágítunk a sarokban kuporgó, majdhogy nem észrevehetetlenül kicsi kis bábjátékosra, akire eddig senki sem figyelt oda, hirtelen körvonalazódni fog előttünk valós sziluettje, ami egy hatalmas szörnyet takar, amely sötét, gonosz, korrupt, összeesküvő, simulékony, ravasz, fondorlatos, veszélyes ogre, aki igenis kérdemli a mi teljes és megbabonázhatatlan figyelmünket. Mert ő nem csupán egy ijesztő alak, hanem egy vérszívó parazita, aki képes arra, hogy a bejárati lépcsőn ülve blokkolja tőlünk a bejutás lehetőségét a saját házunkba. Ő valójában egy köztörvényes bűnöző, aki ott lapul, és arra van kiélezve, hogy megfosszon minket a vagyonunktól, egészségünktől és a puszta élet jogától. Na most képzeljétek el, ha itthon egyre többen vennék a fáradtságát csupán szikrányi mennyiségét, és utána néznének dolgoknak, és hallgatnának másokra, nem csak a médiára, akkor hányan mondhatnák el végre azt, hogy látlak ám kis ember, tudom már miért ülsz ott a lépcsőmön. De addig is sajnos még sokan fognak kollaborálni és hazát árulni. De eljön majd az idő, amikor látni fog az ember, és akkor büszkén kijelentheti, hogy már nem köt a tudatlanságon, mert fogva tartja a sokaságot. Elmondom másoknak is, amit tudok. Elmondom, és egy nap az egész rohadt, okkult, illuminátusi létesítmény úgy fog összeomlani, mint ahogy azt tették ők az ikertornyokkal.